Oroszország elsősorban a nyugati tömb, vagy ennek a vesztnek a nem a katonai elnézést, hanem a gazdasági hatalmának a megdöntésére appellál. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy trónfosztás is lelökni az USA-t az első helyről, de mellé fölzárkózni legalább egy egyenrangú félként. Ez biztos. Viszont azért legyünk őszinték, Oroszország azért azt nem teheti meg, hogy katonai, tehát amellett, hogy gazdaságilag győz, katonailag megveszt. És itt már a propagandában is azért vannak nagyon érdekes ellentmondások. Ez korábbi hír, hogy de azóta párszor már előfordult, hogy ugye mi volt a február 24-én az egyik cél? Az úgynevezett nácitlanítás. Ugye annó erről beszéltünk is, hogy azért ez egy elég képlékeny fogalom, de azért mindenki nagyjából tudta, hogy miről van szó, Azov, Kraken és társai. Na most azért hogy néz az ki, hogy propagáljuk és verjük a mellünket, hogy nácitlanítás van, és a garantáltan azovosokat meg elcseréljük hadifoglyokra. És itt megértem Kadirovot, hogy kiakadt. Amikor egy ország a légvédelmi rendszerét megtervezi, meg a radarokat, meg ezt, meg azt, akkor azok nyilván nem csak az ország határig látnak el, hanem azon túl is. Nyilván erről beszéltem én is, kicsit igen. Kíváncsi, hogy mi zajlik a szomszédba. Ez nyilván nem teljesen fair, de ez egy bevett szokás, hogy mindenki kicsit átkukucskál a szomszédba. Így volt ez korábban is, már az ősember is mindig átkukucskált, hogy na, a szomszéd törzsnél mi a helyzet. És itt is ez a helyzet, hogy azt a rakétát már korábban észlelniük kellett volna, hogy bizony az nagyon-nagyon nem jó irányba megy, és itt a fontos, hogy az átjöhet hozzánk is, mármint lengyel szempontból. És tehát itt felmerül a NATO felelőssége. Viszont én azzal nem értek egyet, hogy itt a NATO ezt megtervezte volna, mert a reakciók pontosan nagyon ellentétesek voltak ezzel. És ami egy érdekes dolog, hogy az azért nem véletlen, hogy ezt az ukránok, most ez nagyon csúnya hangzik, az ukránok ezt akkor követték el, tehát hogy ez akkor következett be, fogalmazzunk úgy, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország vezetése valamilyen szinten közeledett egymáshoz. Én ezt ukrán magánakciónak gondolnám inkább, egész egyszerűen azért, mert egyre több jel mutat arra, hogy az ukrán vezetés, mint egy ilyen elszabadult hajóágyú, önálló életre kell, és olyan dolgokat csinál, ami már a tartóinak, tehát az USA-nak is ciki. A háború után Ukrajna az érdekeit katonai úton fogja elérni. És itt mindenki gondoljon, amit akar. Gyakorlatilag nyílt fenyegetés ez Európának, Magyarországnak, igen. Romániának, igen. Lengyelországnak is. Lengyelországnak, így van. És itt lehet látni azt, hogy a lengyelek ész nélkül fegyverkeznek. Én nekem az meggyőződésem, hogy nem az oroszok ellen, mert csak azért is, mert hogy nincs közvetlen határuk, hanem egész egyszerűen látják, hogy Ukrajna egy nagyon-nagyon nagy veszélyforrás lesz. És erre mondtam én korábban is azt, hogy lehet szeretni az oroszokat, lehet nem szeretni az oroszokat. Én megmondom őszintén, a lengyelek részéről az orosz utálatot megértem, a fröcsögést és ezt a vagdalózó politikát viszont nem. És ugyanezt mondom Ukrajnával is kapcsolatban, mindenkinek szíve joga, hogy szimpatizál az adott ukrán vezetéssel vagy nem, viszont azon azért érdemes lenne elgondolkodni, hogyha Ukrajna egy ilyen vezetéssel, egy ilyen habitusú vezetéssel katonailag megerősödik, vagy legalábbis Európa, egyesek szerint egyébként Törökország kivételével, meg nyilván Oroszország kivételével Európa legerősebb, katonailag legerősebb állam lesz, egy annyira lepusztult gazdasággal és kilátástalansággal mindenre képesek.